lassan jár, tovább érsz. De ha közben lecsuknak, túl messzire mentél. Ez egy baseballal üzérkedő család igaz története. Apám mindig azt mondta, egy üzér nem szélhámos. Egy üzér hisz dolgokban. Bum, ez egy! Minden szórakoztató dolog, ami ma a baseballhoz kapcsolódik, Billnek köszönhető. Olyat akartunk csinálni, amire az emberek felkapják a fejüket. Színházat csinálunk baseballba csomagolva. Ugyan mi baj lehetne? 10 000-re lehetnek a pályán. Ó, ebből baj lehet. Ez olyan típusú és nagyságú közönség volt, amilyet még sosem láttunk. Úgyhogy az este végén megmondtam neki, hogy kilépek. A második esélyek sajátossága, hogy sohasem tudhatjuk, kitől kapjuk. Hello? Csoda kellett, hogy felkeltsem az emberek figyelmét. Adj egy esélyt a St. Paul Saints-nek, oké? Okay? Nem tudhatta, hogy a megváltás nem fenékig tejfel. Nem bukhattunk el. Ha itthon voltam, halálra voltam rémülve. Sosem látszott rajta. Arról álmodtam, hogy profi baseball játékos lehessek. És Mike Vecknek hála valóra vált. St. Paul visszaadta az életem. Minden pályán, amit látok, ott a családom kéznyoma. És Mike mindkét gyerekének megmutatta, hogyan kell bűvésznek lenni. Ebben a sok nevetésben és jó kedvben bíztunk. De történetünk igazi hőse, aki sokat küzdött, hogy jó fiú legyen. És akaratán kívül kiváló apa lett. Góliátnak sem szurkolt senki. Mármint a Kolosseumban nem azt kiabálták, hogy zúzd szét azt a kis csórit!